Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. A jó pásztor táplálja jó hajét, halleluja, életét adja értük, halleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves nézőit, szeretettel köszöntöm a kedves híveket, akik a Győri Magyar Ispita kápolnába eljöttek, hogy közösen imádkozzunk ma az EVTN Katolikus Televízió missziós hivatásáért, hogy valóban elérjük az evangélium öröm hírével az embereket, és hogy szíven találja az Úr Jézus szava az embereket, hiszen erre vagyunk hivatva, hogy az evangélium által visszataláljunk ahhoz az eredeti emberi méltóságunkhoz, ami a föltámadásban annyira egyértelműen fölragadjog nekünk, az Úr Jézusban, aki a zárt ajtókon keresztül is képes a félénk apostolok szívét megerősíteni, akik majd tanúságot tesznek az első pünköstkor az Isten országáról, és arról az új korszakról, amit az Atya, Fiú és a Szentlélek az Úr Jézus keresztáldozata és föltámadása kegyelmével hozott el nekünk. A múlt héten Toulouse-ban jártunk, domonkos testvérek, hatan,
Aquinói Szent Tamás halálának 250. évfordulója kapcsán vállaltuk ezt a zarándoklatot, és Toulouse-ban föl is kerestük Aquinói Szent Tamás sírját, ahol imádkoztunk, és gyertyát is gyújtottunk a sok gyertya fénye között, amilyen kis ott ragyogott. Ez a Szent Jakab templom egy oszlopokkal középen elválasztott gyönyörű gótikus templom, mint a pálmafáknak a levelei úgy írják az erővonalak a mennyezet terét gyönyörű építészeti megoldással. És számomra az volt az élmény, ahogyan ezek az atyák ott a kolostorban 3-4 szólamban énekelték a zsolozsmát a reggeli dicséretben és az esti dicséretben, a vesverásban. És úgy éltem meg, hogy ezek az emberek, ezek a férfiak, a domonkos szerzetesek most tanúságot tesznek a föltámadott Jézusról. Az egész életük egy átadott élet a föltámadott Jézusnak, amiben, mint örömhírben én is ott részt vehetek velük, és ez egy komoly lelki fölüdülést jelentett a számomra és mindannyiunknak. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. A szándékok között imádkozunk a kedves hívektől beérkezett kérésekre. Az elhunytak között imádkozunk a 10 éve elhunyt bencés diák lelki üdvéért, Lukáné Laska Ildikó, Kovács László Balázs lelki üdvéért halála 18. évfordulóján, az 54 évesen Szolnokon elhunyt édesanya lelki üdvéért, elhunyt Németh Miklósért, feleségéért és fiáért, elhunyt férj György, gyermekek György Ilona lelki üdvéért, Andrasek László lelki üdvéért, Zina és Pannika lelki üdvéért. Imádkozunk családtagok békéjéért, imaközösség tagjainak lelki megújulásáért. Olyan sok ellentétet és viszályt látok mostanában az ima csoportok egyes tagjai között. A gonosz lélek nagyon sok huncut dologgal állítja szembe az embereket egymással, és éppen a föltámadásnak az időszakában nagyon fontos, hogy újra az evangéliumhoz viszonyítsuk magunkat, és ne az emberi versengésekhez vagy megítélésekhez. Imádkozunk az élőkért, az EGRI média misszió tagjaiért, Hargitai Lászlóért, feleségéért, 40 éves házassági évfordulójukon, Simon Lajosért és feleségért 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából, Forgó Miklósért és családjáért, Manyák családért, Kovács Lászlóért és feleségért, Luka Józsefért és fiáért, Pankotai József atyáért, Ferenc atya gyógyulásáért, Kovács Dezső néért és családtagjaiért. Imádkozunk több szülőért, akik kábítószer és más függőségében szenvednek, és ezzel komoly gondot jelentenek a családnak és a gyermekeknek a nevelésben. Imádkozunk súlyosbeteg Béla gyógyulásáért, gyermekeiért és unokái megtéréséért, József és Ágnes gyógyulásáért, Lívia és József gyógyulásáért, Béli Ernő gyógyulásáért, Ilona és Lajos gyógyulásáért, Halászné Ilike gyógyulásáért, Tálos István gyógyulásáért, és mindazokért, akik itt-ott a találkozásokban mondták, hogy atya, föltétlenül imádkozzunk értük, most őket is ide foglaljuk, ha nem is nevesítem őket, de szeretettel gondolok mindazokra, akik így kérik az imádságunkat. Nagyon örülök, hogy ahogyan itt-ott megfordulok az országban, földerülő arcok mondják azt, hogy atya, ismerjük magát a televízióból, és ebben megköszönöm az EVTN Katolikus Televízió fáradozásait, ami mutatja, hogy eredményes ez a munka, és nagyon sokakat lelkesít a Katolikus Televízió programja.
és mindazok az érintettségek, amik által ezek az emberek újra visszatalálnak magukhoz és egymáshoz a környezetükben. Szent György vértanú emléknapja van, azért végezzük pirosban a szentmisét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és halasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szent Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségükben legyen számunkra erőforrás az ő példája, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az Úr igéje egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul feladatuk végeztével visszatértek Jeruzsálemből, ahova az antiókiai testvérek adományait vitték. A Mártnak nevezett Jánost is magukkal hozták. Az antiókiai egyházban több proféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lócius, továbbá Manain, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek. Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ők tehát a Szentlélektől küldetve Szeleukiába mentek, és onnan áthajóztak Ciprusba. Szalamészba érve a zsinagógában hirdetni kezdték a Jézusról szóló tanítást. Ez az Isten igéje. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek.
örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled őket a földön. Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje őt a föld minden határa. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Alleluja! Világossága vagyok, mondja a mi orvunk. Engem, aki engem követ, övé lesz az élet világossága. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: aki bennem hisz, nem én bennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, az látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangélium sorai nagyon világossá teszik a számunkra, hogy Jézus nem egy ideológus, aki faragja az okosságokat, aztán rögzíti őket és tábort akar nyerni magának, hanem az Atyától küldött élete azt jelenti, hogy az egész univerzum teremtője az, aki felelősséget vállal értünk, hogy abba a boldogságba érjünk el, amelyet ő maga teremtett a számunkra. Tehát az egész univerzum a kezdetétől, az indulásától fogva magában hordozza számunkra, emberek számára azt a végső és csodálatos kibontakozást, amit maga a végtelen igaz Isten, a végtelen szerető Isten jelölt ki nekünk. És az értelmünk alkalmas arra, hogy megismerje ezt a tanítást az Úr Jézusban, aki hivatkozik arra, hogy nem a maga gondolatait mondja el, hanem az Atya által kapott tanítást adja tovább a számunkra. Ez a tanítás nagyon szép, ahogyan Szent János evangélista összefoglalja az első fejezetében, amikor azt mondja, aki telve van kegyelemmel és igazsággal, őt nyilatkoztatta ki nekünk az Atya. Általa kaptuk ezt ajándékba. Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelmet,
kegyelemre halmozva, a János 1.16-ban írja ezt Szent János apostol. Aztán az Úr Jézus visszatér az Atya ölére, és viszi magával a mi emberségünket, amelyet örökre magára vett. Az utolsó vacsorán, amikor a János evangélium 13. fejezetében az Úr Jézus a lábmosást végzi el a tanítványainak, úgy vezeti be Szent János, hogy tudta, hogy honnan jött és hová tér vissza. Tehát világos volt számára a küldetése az Atya szeretetétől, akivel valóságos élő kapcsolatban áll, nem pusztán egy olyan hitbeli kapcsolatban, mint a mi kapcsolatunk az Istennel. Ezért is különbözteti meg azt, hogy elmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, tudnélik ahhoz az Atyához, aki a Szent Háromság közösségében ő, mint második isteni személy, különlegesen, mint Isten vesz részt a maga igazságával és boldogságaival, és számunkra teremtmények számára, akik botorkálunk, számunkra is Isten, amikor hittel Jézustól ezt elfogadjuk. Tehát magával akar bennünket vinni, és ez az Atya üzenete nekünk az ő szent fia által. Az Atya kinyilatkoztatja őt, azt mondja Szent Iréneusz, hogy az Isten narrátora az Úr Jézus. Istennek ebből a megelőző szeretetéből tud kisarjadni bennünk is válaszként a szeretet, mondja 16. Benedek pápa. Ez a Jézus újra eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy ezt a Hiszek egyben is mondjuk. A régi templomokban a keleti oldalon ábrázolták az Úr Jézust, mint aki az igazságnak a hirdetője, a nyugati oldalon pedig, mint bírót, a világ bíróját ábrázolják. A keleti oldal tehát a reménységet mutatja, hogy megismerhető az Úr Jézusban a teljes Isten igazság, és a nyugati oldalon pedig, hogy ezért számon leszünk kérve. És mindenki megismerheti ezt az igazságot, az evangéliumban mondja, hogy a tőlem kapott tanítás fog megítélni mindenkit, vagyis mindenki számára világos, hogy mit is jelent ez. Ha tiltakozás van bennem az Istentől, a tiltakozás azért van, mert védem a bűneimet. És nem szeretek úgy elé pőrén az Isten elé állni, mint aki bűnös. Amikor az Úr Jézust levetkőztetik a minden ruhájától, és kicsúfolják, kigunnyolják őt, még arra is kíváncsiak, hogy valójában a választott nép tagja-e, hogy magán hordja-e a választottság, a zsidóságnak a jelét, mint a többi férfiak, de ennek ellenére, hogy látják az ő, hogy ő hozzájuk tartozik, az Isten teljes elkötelezettséget vállalt az ő népébe, ahova született a szűzanya által, ennek ellenére az emberek elzárkóznak tőle, ez fogja megítélni az embert, ez az elzárkózás. Amiben Jézus a maga megtestesülésével minden közösséget vállal, az ember pedig hárítja ezt a közösséget. Nem engedi magát szeretni, mert tudja magáról, hogy bűnös. És az Úr Jézus, amikor a kereszten imádkozik, akkor menteget bennünket, amikor azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem fogják föl, hogy mit tesznek. És ezzel nem úgy ítél bennünket, hogy személy szerint elkezdené sorolni a bűneinket, pedig ezt tudná, hanem éppen menteget bennünket, és ez az, ami az ítéletkor majd a vigasztalásunkra válik, hogy elfogadtam, hogy hiszen engem mentegetett, aki bűnös vagyok. Olyan szempontból a bűnök kincset jelentenek, hogy
egy bűnös ember érzi azt, hogy nem érzem jól magam a bűnben. A bűn valami nagyot ígért, és nem azt adta. A hét szentség pedig a maga kapcsolataiban az Isten közösségét adja. És amikor ezt az isteni kegyelmet és közösséget választjuk, akkor béke és szabadság költözik a szívünkbe. Amikor pedig a bűnt választjuk, akkor a nyugtalanság, a magány, az egymás vádlása vagy a szégyen költözik a szívünkben, amiben úgy fohászkodunk föl, hogy Jézus könyörülj rajtam. Mint ahogy a jobb lator fölfohászkodott, hogy emlékezzél meg rólam. És ez az Isten nélküli magányunk a bűnben tanúskodik arról, hogy nyugtalan a szívünk addig, amíg el nem fogadjuk az Isten békéjét és megbocsátását. És a bűn tanúskodik arról, hogy Isten nélkül üres az életem, és szükségem van a föloldozásra. Arra, amit éppen a föltámadás első alkalmával az Úr Jézus megnyugtatásunkra mond, vegyétek a Szent Lelket, akit föloldoztok bűneitől, bocsánatot nyer. És ebben most mindannyiunknak küldetésünk van a többi ember felé, hogy érzed magad. És amikor elpanaszolják a rengeteg bűnüket, akkor azt lehet mondani, hogy erre az egészre van irgalom. Volt olyan, aki azt mondta, hogy én még soha nem imádkoztam az Istenhez, és én távol voltam tőle. És egy kedves barátom, ezt már említettem, de most újra mondom, egy kedves barátom azt mondta, hogy most vegyétek elő az imakönyvet, és kéritek Pű atyát. És egy hónap múlva meggyógyult ez a rákos ember. És azóta imádkozik. Ő, aki egész életében addig nem imádkozott. Hányan jönnek a gyóntató székbe úgy, hogy panaszkodnak a többiekért. És akkor én mondom, hogy én azért vagyok itt, hogy az ön bűnét bocsássam, oldozzam föl. Hogy milyen bűnei vannak. De hát a többiek bűnei, én az ön bűnét tudom föloldozni. És kiderül, hogy olyan emberek, akik nem is figyeltek arra, hogy nekik egyáltalán van-e bűnük, kiderül, hogy a mások kapcsolatában rájönnek arra, hogy Úristen, nem is néztem idáig magamba, és szükségem van a bocsánatra. És éppen a bocsánatban szükséges, hogy megelőzzem a másikat a megbocsátásban. Milyen jó érzés visszaemlékezni azokra a vértanúnak mondható papokra, akik a börtönt szenvedték el, nem ismertem derűsebb és kedvesebb embereket, mint ezeket a börtönt megjárt papokat. Előre köszöntek nekem, fiúnak, kicsi fiúnak. Nem tudtam megelőzni őket. És gondolkoztam, hogy miért ilyenek? És rádöbbentem arra, hogy a legszörnyűbb börtön kínzásai és kellemetlenségek között nagyon közel voltak Istenhez. Nagyon megélték azt a közösséget. Ami a mai evangéliumban is van, hogy az Úr Jézus az atyától jött. Péter apostol, amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartanak engem, és ő azt mondja, hogy te a messiás vagy, akkor Jézus azt mondja, hogy ezt az atya nyilatkoztatta ki neked. Mindannyiunkban van egy ilyen vágy, hogy Jézus, te vagy az Isten. De ugyanakkor vigyázzunk is kell rá, hogy nehogy nagy okosnak tartsuk magunkat. Emlékezünk arra, hogy a következő mondatban, mikor Jézus azonnal rátér a szenvedésre, hogy nehogy azzal, hogy őt kimondja Szent Péter, hogy ő a messiás, nehogy ezzel olyan képzeteket kerítsenek róla, ami a sikernek, a karriernek, a hírességnek, a nem tudom minek a jövője. Ezért Jézus azt mondja, hogy a megváltás a szenvedésben és a halálban fog kiteljesedni, mint hűség és megbocsátás. És akkor Péter azt mondja, ezt nem. Ez nem történhet veled.
Ő azt gondolja, hogy ahogy az előbb mondta, hogy te vagy a messiás, most ez a gondolata is az Istentől jön. És Jézus azt mondja, hogy ez a sátántól jött. Mert a szeretet nem működik áldozatok nélkül. És éppen az Úr Jézus jár elől ebben jó példával, mint jó pásztor, aki elől megy, szembenéz a medvével, a farkassal, a sátánnal, és a föltámadásban derül ki, hogy győzött. A 40 nap az Úr Jézus föltámadásától a mennybe meneteliig számunkra egy tanuló időszak. Az Úr Jézus istenségének az imádása, annak a győzelemnek az elismerése, hogy a keresztre feszített Jézus nem veszített, hanem átadta magát áldozatul. Nem veszített, hanem ő a főpap és az Isten báránya. És a föltámadásban nem azt kérjük tőle, hogy a mi elképzeléseinknek legyen a kiszolgálója, a sikereinknek a kiszolgálója, hanem a föltámadásban emlékeztet bennünket a korábbi tanításaira, hogy az Atyától jött, és ezért mi is az Atyától érkezünk. Az Atya kegyelmei által adunk hálát az életünkért, és nem a holnapért és a holnap utánért élünk, hanem a föltámadott Jézus ma van itt a számunkra. Ezért nem a háborúk sikereiben hiszünk, hanem a háborúval és a gyűlölettel szemben az ellenségeinkért is imádkozunk, hogy üdvözüljenek, hogy visszatérjenek arra a normális magatartásra, hogy tartsanak bűnbánatot a gyűlöletük fölött. Tartsanak bűnbánatot az egymással való szembefeszülés miatt. És ne a másikat akarják legyőzni, hanem önmagukat, az önmagukban lévő gyűlöletet, az önmaguk áltatását, azt a gőgöt, amiben a másikat teszik ellenséggé. Helyette fogadjuk el mindannyian a föltámadást, hogy Jézus értünk érkezett el, a mai napom szép és értékes a föltámadott Jézusban, és ebben a Jézusban akarom, hogy a másik is üdvözüljön. Nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem testvérei és segítői. A boldogságos szűzanya, aki olyan csodálatosan egyé vált az ő szent fiával, mutatja azt, hogy az ő bűn nélküli élete nem a bűnök körüli forgás, hanem a dicsőségnek az elfogadása. A Szeretett Láng lelki naplóban beszámol Erzsébet asszony egy alkalomban arról, hogy módja volt látni a Szent Háromságot, és a szűzanya annyira azonosult a Szent Háromság boldogságával, hogy szinte nem tudta megkülönböztetni őt a Szent Háromságtól. És rendkívül boldognak mondta magát, azt mondta, ezt nem is tudom szavakkal elmondani. A szeretett láng a boldogságos szűzanya szívében élő Jézus. És nekünk is azt akarja a szűzanya kieszközölni, hogy mi is bennünk is úgy éljen az Úr Jézus, mint ahogy benne élt. Ezért, amikor Máriát tiszteljük, akkor azt a csodálatos egységet tiszteljük, ahogyan az Isten kegyelme birtokába veszi az ő teremtményét, és boldoggá avatja. És Mária, aki boldog, akar segíteni nekünk, mosolyog ránk és hív bennünket, hogy gyertek és legyetek ti is boldogok annyira, ahogy engem tesz boldoggá a Teremtő és Megváltó Isten. Amikor tehát Jézus mondja, hogy az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek, akkor ez a Jézus, aki folyton az Atyából, Atyához megy, és az Atya által telítődik, bennünket is tanít erre, hogy
nekünk is ez a hivatásunk. Könyörögjünk. Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. A felolvasott szándékokért hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ments meg minket a háború borzalmaitól, és adj nekünk igaz megtérést és ellenségeinknek megbocsátást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fölséges Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet Szent György vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent György hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúság tételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istene, dicsőséget betelti a mennyet és a földet, Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében,
Hozsanna magasságban! Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg eljössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Györggyel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és András püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.
ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Hálát adva a föltámadás ajándékaiért, a tanúság tétel feladatáért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veled. Elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megújul az én lelkem. Thank you.
mit érezhetett Szent Péter apostol, amikor kezébe vette azt a kelyhet, amelyet az Úr Jézus vett a kezébe az utolsó vacsorán, hogy benne átváltoztassa a kenyeret és a bort az ő szent testévé és vérévé. És most Péter mondta el a szavakat, hiszen az Úr Jézus megbízta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kezébe vette a kelyhet, és elmondta a szavakat a szent vér átváltoztatására. Hogyan élhették meg ezeket az első szentmiséket, a kenyértörést, ahogy ők említik az apostolok cselekedeteiben? Hogyan élhették meg az Úr Jézusnak az emlékezetére? Hogyan élték át újra az Úr Jézus valóságos jelenlétét a kenyér és a bor színe alatt? És milyen különös, hogy nem a kelyhet tartjuk a legfontosabbnak, hanem az átváltoztatás szavait, azt a találkozást, amiben a hittel mi magunk is valljuk, szent testét és vérét jelen a szentmisében. Így élsz tovább bennünk, Jézus. Ezt a te jelenlétedet köszönjük meg neked, az apostolok után mindannyian egyenként. Most ebben imádunk téged, és adunk hálát szívünkben. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyt víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívjál engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Könyörögjünk. Mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiat dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, küldetésünk van, járjatok békével. Istennek.
Krisztus virágunk, szép termőágunk, feltámadt Krisztus végadjunk, a bűnünk is támadjunk. Kifeküdt sírban, felkele végan, feltámadt Krisztus végadjunk, a bűnből mink és támadjunk. Mondjuk el közösen Angelika anya imáját az örök ége EVTN katolikus televízió fentmaradásáért. Ó Istenünk, menj és föld Ura, egyedül téged illet a dicséret, hiszen általad jöhetett létre mindaz, amiért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy fiadat, az örök igét dicsőítse ez a nagy mű, amely csakis a te kezed nyomán jöhetett létre. Áld meg a műsorokat, melyeket sugároz, ahogyan a te szent igéd betölt árad, ó Atyánk. Ugyanez az ige jusson el mindazok szívéhez, akik ezt az adót nézik, vagy hallgatják. A Szentlélek töltse el, és ihlesse mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a te igazságodat és egyházad tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízió adót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek, egyházad terjesztésén buzgolkodjanak, bátran álljanak ki az igazság és az emberi jogok védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyai áldásod kísérje ezt a művet mindörökké. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oldalunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyét.